Ahogy ígértem, most arról fogok beszélni, hogy mi okozza az egyeseket és bukásokat. Vigyázat, 18 éven felülieknek szóló titkokat is elmondok. Na vágjunk bele. Hogyan is bukik meg egy tanuló? Nem tudja. Az egész tantárgyat nem érti. Pontosabban annyira nem érti, hogy amit mégis tud, az semmire sem használható. Valójában még a megbukott tanulók többsége is tud valamennyit arról a tárgyról. Ha szerencsés, akkor időben elviszik egy magántanárhoz, aki visszamegy vele a tankönyv elejére, és az alapoktól kezdve megtanítja neki az egészet. Nem tesz mást, csak tisztáz minden szót, amit a gyerek nem ért, és a butának bélyegzett gyerek egyszerűen okos, érti az anyagot. Jól tudja, jól használja, felzárkózott a többiekhez. Sok-sok ilyet ismerek. Ebből élnek a magántanárok igen sokan. Hoppá! Mi is történt itt? Akkor most okos vagy buta a gyerekünk? Ha egy nyári szünet alatt megtanulta az egész éves tananyagot, akkor mégiscsak van esze. Mi is történt? Egyszerű. Az iskolában nem tanították meg. És ezt még írásba is adták. Egyest adtak neki, tudás helyett. Mi is az iskola dolga? Hogy tanítsa meg a gyereket arra, amit nem tud. A gyerek eljár az órákra, leckét ír, olvassa a tankönyvet, mégis rossz jegyet kap. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az iskola nem végezte el a dolgát. Nem tanította meg a gyereket. Úgy kéne tanítani, hogy a rossz tanuló is értse. Ez nem a tanár, hanem a rendszer hibája. Még a tanároknak sem tanítják a főiskolán, hogy mit okoznak a nehéz szavak a tanulóknak. A rossz tanulók többsége igenis végezte a dolgát, megtette, amit a tanár kért tőle. És a kettes, hármas is rossz jegy. Én semmiképp nem szeretnék egy kettessel végzett fogorvos keze alá kerülni. És te hogy vagy ezzel? A bukás azt jelenti, hogy a közoktatás bajban van. Nem tudták megtanítani a gyereket, sőt, őt hibáztatják emiatt. A megbuktatás valójában segélykérés, hogy a szülő vagy egy magántanár végezze el az iskola feladatát. Lássuk, mi a különbség a rossz és a jó tanulók közt. A rossz tanuló azt hiszi, hogy az iskola meg fogja tanítani, hogy a tankönyv jó, és hogy elég valamit tudni, amit az órán hallott. Az órán nem kérdez, nem használ szótárt, és nem néz utána semminek. Soha nem akar felelni, mert nem érti. Egy idő után teljesen feladja, és végül tényleg nem is tanul. A kitűnő tanuló. Ő odafigyel, érti az új anyagot. Az órán kérdez és szívesen felel. Otthon figyelmesen elolvassa a tankönyvet is. Amit nem ért, annak utána néz. Ha nem ért valamit, akkor visszamegy addig a részig, amit nem értett, tisztázza, és csak így halad tovább. Szótárt használ, és ha kell, segítséget kér a szüleitől, barátaitól. Ezt hívjuk szorgalomnak. Figyeltél? A jó tanuló szótáraz, és minden egyes szót ért. Ha nem, akkor visszamegy, és szótáraz. A rossz tanuló meg elhiszi, hogy ő a buta, pedig ez nem igaz. Szótáraz. A következő videóban arról fogok beszélni, hogy mi okozza az idegességet tanulás közben.